Az 1800-as években épült Vai kastélyt az 1950-es években bővítették, az északi és déli szárnyakra emeletet húztak fel. Az épület ezután hosszú évtizedeken keresztül gyermekotthonként működött, 15 éve azonban üresen elhanyagolt állapotban van a kastély. 2000-ben szűnt meg a gyermekotthon a Vai kastélyban, és azóta folyamatosan gondolkodunk, hogy mit is lehetne kezdeni az épülettel. 2015. júniusában történt egy hatalmas mérföldkő, amikor is a Tűr István Kutatóintézet az emberi erőforrások segítségével egy európai uniós projektben a 17 központhoz országosan Berkesz is bekerült. Ez a projekt 8,9 milliárd forintba kerül, és átlagosan mindegyik részen 390 millió forint kerül beépítésre, felújításra. A 4000 négyzetméteres kastély 1000 négyzetméteres északi szárnyát újítják fel teljesen, itt működik majd az innovációs oktatási és közösségi központ. A projekt keretében így az elméleti és gyakorlati képzéseknek, a közösségformálásnak is helyet adó terek létesülnek majd. Bízunk benne, hogy az új képzésekkel új munkahelyekre tudnak az itt kiképzett emberek, akik részt vesznek a képzésben, elhelyezkedni majd. A projekten belüli fejlesztés őszre fejeződik be, a település vezetése azonban azt szeretné, hogy a Vai kastély teljesen megújuljon. A berkeszi polgármester elmondta, tervük, hogy kollégiumot alakítsanak ki halmozottan hátrányos gyerekek számára, valamint a hatalmas épület egy része idősek otthonaként is működhetne.